Köszöntöm a nézőket, új üzemrésszel bővült a Karsai Alba Kft. Pipettahegyek gyártásába kezdett a vállalkozás. A beruházás az egészségipari támogatási program keretében valósult meg. A következő percekben az átadó ünnepségre kalózoljuk el önöket, tartsanak velünk! Ebben a tiszteteres csarnokban készülnek azok a pipettahegyek, amelyekre az egészségiparban nagy szükség van. Az új üzemrészben található szerszámok, az automatizálás és a robottechnológia nagy részben magyar gyártóknak köszönhető. A fejlesztéssel évente 250 millió darab pipettahegy gyártására van lehetőség a Karsai Alba Kft-nél. A német ipar, akik nagyon erősek labortechnikában, nem szolgálták ki az országot. Ez indította el azt a gondolatot, hogy valami megoldást kell találni a magyar műanyagfeldolgozóknak arra, hogy hogyan tudjuk ezt a hiányt pótolni. Most így jött az ötlet, hogy csináljunk egy pipettahegy gyártóüzemet. Hogyan valósulhatott meg ez a mostani üzemrészleg? Milyen gépek találhatók benne? Meg kell, hogy mondjam őszintén, az a legérdekesebb a dolog, hogy a saját magunktól nem tudtuk volna megcsinálni. Ez egy olyan hatalmas összegű beruházás, gyakorlatilag amit itt látunk ebbe az egy teremben, ez 2,5 milliárd forint. Tehát ezt az emberek a kockázatot nehezen vállal, főleg úgy, hogy nem tudtuk akkor azt, hogy ez a Covid járvány vajon meddig fog tartani, és ha lecseng és mondjuk állógépek lesznek, akkor eléggé bajba vagyunk. Tehát gyakorlatilag ez volt a fő motiváció, hogy a magyar állam egy egészségügyi támogató program keretén belül támogatta azon vállalkozókat, akik hajlandóak voltak, vagy képesek voltak ilyen típusú gépekkel segíteni a egészségipar. Az itteni gépparkban azt kell tudni, hogy amire nagyon büszkék vagyunk, igaz, hogy vannak svájci és német köcsöntőgépek, amik az alapgépek, de a szerszámok, a hozzátartozó robottechnológia, az mind magyar agyaknak a tudása, magyar agyaknak a munkája, és magyar emberek munkája. Tehát gyakorlatilag azt a szellemi terméket, amit összeraknak, az mégiscsak párját ritkítja. Én azt gondolom, hogy Európa szinten is. Merre fele fognak szállítani ezekből a pipettákból? Elsőbséget élvez a magyar kórházak és a magyar laborok, tehát arra fókuszálunk elsődlegesen, de már kaptunk olyan telefont, hogy Törökországból egy havi gyártási készletet, tehát egy havi gyártási időt már lefoglaltak. Tehát haladunk ebben a területen, vagy ezen a területen is, hogy értékesítsük a termékeinket. Nem tartom kizártnak a német exportot sem. A beruházás az egészségipari támogatási program keretében készült el. A magyar kormány 1,7 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással segítette a cég fejlesztésének második ütemét. Remélem évek múltán gyönyörűen látszik majd a számainkban, és az adóerőben is. Köszöntöm államtitkár urakat, Guillaume Gábort, aki inspirált erre a beruházásra, és Marcinko urat, aki gondolataival támogatott. Köszöntöm Spányi Antal excellenciás püspökatyát, akinek a lelki támogatása már több mint 15 éve tart, és nem feledem barátságunk kezdetét, amikor arról beszélgettünk, hogy nekem is figyelnem kell a saját csapatomra. Köszöntöm Törő Gábor országgyűlési képviselő urat, aki jól szolgálja a körzetben élő emberek vállalatuk érdekeit, és segíti mindennapjainkat. Köszöntöm Cserpalkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét, akinek már az édesapja is segítette a munkákat, és fantasztikusan jó barátságban voltunk, és a tisztelet részemről azóta is megmaradt. Polgármester úrral is nagyon sok értékes és közösen elvégzett feladatunk van, és még lesz a jövőben is. Köszöntöm Radecki Jenő urat, Fejér megyei kereskedelmi és iparkamara elnökét, akivel még akkor találkoztunk, amikor többet magával az iparkamarát grundolta, és így tagja lettem a szervezetnek. Köszöntöm Góg Lárpád urat, volt egészségügyi minisztert, akivel 2006-ban ismerkedtünk meg, és mélyebben, nagyon masszívan dolgoztunk együtt. Köszöntöm Mennyhárt Róbert urat, Székesfehérvári NAV igazgatóját, akivel találkozunk,
és egyre ritkábban mindig mosolygunk, és ezt mi értjük ennek a húrát. Köszöntöm azon építőket is, akik létrehozták ezt a szép üzemet, Kanyó Pétert, Rozs Jánost, Vajnai Endrét, Palotás Gusztávot, akik erejüket adták ehhez a sikeres építkezéshez. Köszöntöm a gépbeszállítókat, először a külföldieket, first the foreigners. Many thanks for Mr. Thomas Luger, who delivered injection molding machines, and many thanks to Alberto, who delivered the blow molding machines. I hope this connection will be continuously get stronger and stronger, step by step. Majd a magyar gépbeszállítónak is megköszönöm az erőfeszítést, a Sumitomo-nak, Videotonnak, a Plastikformnak, Interconnexnek, Robotixnek, mert bebizonyították a magyar emberek tehetségét, szorgalmát a rendszerek építése során. Köszönöm a pénzügyminiszter munkatársainak szakértő munkáját, és kérem Komáromi Editet, hogy közvetítse munkatársai felé a értékes segítségeket. Köszöntöm megrendelőinket, akik jelenleg is értékelik és vásárolják a termékeinket, az Aegis, Richter, Kinoin és Béres gyógyszergyárak képviselőit, akik szintén 30 éves munkakapcsolat fűz egymáshoz bennünket, sok értékes projektet valósítottuk meg közösen az elmúlt évek alatt. Köszöntöm azon vendégeinket is, akik személyes barátságukkal támogatták személyemet, néha kibillentenek a céges életből, és más hasznos tevékenységgel, közösségépítéssel segíthetjük hazaszeretetre, vagy történelmünk megismertetésére fiataljainkat a KEM keretein belül. Köszöntöm munkatársainkat, akik nap mint nap azért dolgoznak, szó szerint éjt nappallá téve, hogy a vevőink jó minőségű termékeket kapjanak, és ezen keresztül szolgálják az emberek javát, segítség életminőségünk javítását. Jó szívvel gondolok azon munkatársaikra, akik közül többen már 30 éve itt dolgoznak. A K plusz F területen Kapusi Károlyra, Zsókára gondolok, valamint Szentes Margitra, Varga Matildra, Sós Elemérre, és persze nem teljes a sor, akik nélkül nem tartanánk itt, ahol tartunk. Persze sok sikert kell kívánjak azon fiataljainknak, akik most értek oda, hogy teljesítményükkel bizonyítsák a rátermettségüket. Tehetséges fiatalok, Halcsik László, Vondrasek Péter, Mike Dávid, Sáfrány Balázs, és persze itt sem teljes a sor, akik műszakilag, minőségügyileg rakják össze a gépeink, üzemünk működését. Köszönöm a holding munkatársainak is, akik ugyanolyan elánnal segítenek a termék sikerevételében, mint azok, akik közvetlenül teszik ezt. Nagyon szofisztikált az a feladathalmaz, amivel megbirkóztak. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm családom tagjainak, Krisztinának, Sziszinek, Rolandnak, akik itt dolgoznak a cégben, és persze a feleségemnek, Mártának, aki esténként összerak, amikor a szokásosnál is fáradtabban érek haza. Nos, mit is mondhatnék a beszédemben? Szerencsés vagyok, mert ilyen támogatóim, szorgalmas segítőim vannak. Egyben köszönöm a polimer alapanyagnak, hogy ezzel a csodálatos felfedezéssel megteremtették eleink a lehetőséget számunkra az új kihívások, új termékek fejlesztésére. A műanyag méltán a 20. század anyagtudománya, amelyet jelenleg méltatlanul sok támadás ér. Napjainkban ez a fantasztikus anyag segíti életminőségünket, és örülök, hogy termékeinken keresztül szolgálhatjuk a magyarság és az emberiség javát. Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta, a pandémia kihívások elé állította az országot, és a hangsúlyok áthelyezésére volt szükség. Emiatt kapott támogatást a Karsai Alba Kft. Is. Egy olyan céghez jöttem ismét, amelynél már több alkalommal volt lehetőségem személyesen is ilyen típusú beruházásokat átadni. És ilyenkor mindig elgondolkozok azon, hogy az a elméleti megközelítés a közgazdaságban, ami arról szól, hogy cégek világában vannak úgynevezett rejtett bajnokok, az mennyire igaz a Karsai Holdingra. Ugye azokat a cégeket nevezzük rejtett bajnokoknak, akiket kevésbé ismerünk, mégis a szerepük egy-egy piacon, egy-egy térségben, egy-egy régióban meghatározó. Nos, azt gondolom, hogy a Karsai Holding is ezek közé tartozik, amit a rejtett bajnokok mögött
föl szoktunk sorakoztatni az állandó növekedés, a megújulásra való képesség, az innováció, a kutatásfejlesztésre való törekvés és erős figyelem, valamint az export magas aránya, az mind igaz erre a cégre. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen rejtett bajnoknál vagyunk most itt, aki abban a nagyon éles versenyben, amit a műanyagipar és ennek az ágazatnak a területén tapasztalunk az elmúlt években kitűnően megállt a helyét, és büszkén mondhatjuk, hogy ez egy olyan magyar vállalat, amelyik a többi magyar vállalat számára is példát tud mutatni. A vállalatcsoport teljesítményének az emelkedése meggyőző, a termelés automatizálása, a robottechnológia alkalmazására épül, és egyúttal, ezt is hagyd tegyem hozzá, komoly figyelmet fordítanak a környezetvédelemre is. Elnök úr itt most erről talán az idő hiányában nem beszél, de mi erre is egyre inkább kell, hogy figyeljünk. Olyan élhető világot kell, hogy hagyjunk örökül a utódainknak, amelyben az ő életminőségük is megfelelő maradhat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a cég árbevételének a több mint fele exportból származik. 22 országban van jelen ma már a Karsai Holding, többek között Németországban, Oroszországban, Egyiptomban. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nemzetközileg is elismert vállalatról van szó. Jó látni azt is, hogy összekapcsolódik az a kormányzati gazdaságpolitika, amelyhez szereplőket keresünk, nevezetesen most az egészségipari támogatási program. Igen, másfél évvel ezelőtt egy új helyzet elé állt a magyar társadalom, a magyar gazdaság is. Egy olyan helyzet állt elő, amelyben hirtelen végig kellett gondolnunk, hogy a hangsúlyokat hogyan kell ahhoz gyorsan áthelyezni, hogy a magyar gazdaság minél gyorsabban kijöjjön abból a helyzetből, abból a gazdasági visszaesésből, amit egy külső kényszer, a pandémia, a koronavírus okozott. Most első és legfontosabb volt nyilván ebben a helyzetben, hogy a fókuszt az hazai egészségiparra helyezzük át, ennek a fejlesztésére, egészségügyi eszközök terén is képesek legyünk az önellátásra. A másik nagyon fontos szempontunk ugyanakkor annyi az volt, hogy a megvalósuló beruházások emeljék a cégek nemzetközi versenyképességét, és tudják erősíteni a külpiaci jelenlétüket is. Ez kapcsolódott össze azon cégek esetében, amelyek már korábban is valamilyen tekintetben jelen voltak a magyar egészségiparban, vagy éppen kórházi beszállítók voltak a magyar egészségügy területén. Ugyanakkor látunk potenciált azokban a cégekben is, akik ilyen típusú tevékenységet nem végeztek, de a meglévő korábbi kapcsolat, a cég múltja, képessége alkalmassá tette arra, hogy az egészségipari fejlesztésbe is be tudjon kapcsolódni. Nos, nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt másfél évben egy olyan ágazat megerősítését segítjük, amely globális szinten is, világszinten is kiemelkedő figyelmet kap és fejlődik, és hazánkban is egyre inkább húzó ágazattá válik. Hosszan lehetne most beszélni a magyar gazdaság elmúlt másfél évéről, hogyan nyertük vissza a képességünket abban a tekintetben, hogy a gazdasági növekedésünk visszakerüljön a 2018-19-ben tapasztalt pályára. Óriási eredménynek tartom, hogy miközben a magyar turisztikai szektor még közel egyharmadával elmarad attól a teljesítménytől, amit a korábbi években tudott felmutatni, ezen közben már más ágazatok képesek voltak részben az autóipar, részben pedig a turisztikai szektor teljesítményét pótolni. Ez az egészségipar területére teljesen igaz. Ezek az új beruházások, kapacitásbővítések, fejlesztések lehetővé tették azt, hogy a gazdaság gyorsabban zárjon vissza. A Karsai Alba Kft. Is a megvalósult beruházását az egészségipari támogatási program keretében hajtja végre. Ahogy itt már elhangzott, ez egy 3,4 milliárdos fejlesztés, beruházás volt, amihez kormányzati támogatást tudtunk biztosítani. Új labortechnikai pipettagyártóüzem költségeihez járultunk hozzá, és külön szeretném megemlíteni, hogy itt nem csak a Karsai Alba Kft.-ről van szó, nem csak a Karsai Holdingról van szó, hanem magyar beszállítókról is szók van, akik ebbe a fejlesztésbe be tudtak kapcsolódni. Elnök úr itt már tett is utalást arra, hogy kik voltak a partnerei ennek a fejlesztésnek. Nos, hölgyeim és uraim, még engedjék meg, hogy a
sajtó jelenlétére is tekintettel azért néhány szót szóljak arról, hogy a járvány elleni védekezés és a gazdasági kilábalás hogyan kapcsolódott össze. Mindenek előtt szeretném azt hangsúlyozni, hogy a sokszor elcsépelt közhely szerint ugye a veszély vagy a visszaesés és az mindig egy lehetőség is. Nos igen, a válság egy lehetőség, de ezt a lehetőséget, ha nem használjuk ki, akkor a válság után a lemaradók, a leszakadók vagy éppen a visszaesők közé fogunk tartozni. A magyar kormány 2020-ban nagyon gyors és határozott döntéseket hozott. Úgy gondoltuk, hogy újra kell gondolni a gazdaságpolitika legfontosabb elemeit. Ennek érdekében hoztunk olyan döntéseket, amelyeket forrásokat tudtunk átcsoportosítani munkahelyvédelemre, munkahelymegtartásra, beruházásokra, és mindezt úgy megtéve, hogy ezek a beruházások már lehetőség szerint a magyar versenyképesség hosszú távú lehetőségét adják meg. Ennek volt ennek óriási lehetősége volt abban a tekintetben is, hogy a magyar gazdaság elmúlt 10 éve elhozta azt az időszakot, amikor a saját erőforrásainkra támaszkodva tudunk egy válsághelyzettel szembenézni. Emlékezzünk vissza 2008-2009-re, akkor a magyar gazdaság olyan helyzetben volt, hogy külső segítséghez, külső forrásokhoz kellett hozzányúlnia annak érdekében is, hogy a saját lejáró adósságát törleszteni tudja. Ezzel ellentétben most nem csak az volt a helyzet, hogy egy kedvezőbb adóssági környezetet értünk el, és ez egy kisebb probléma volt a korábbiakkal összevetve, hanem saját forrást tudtunk mobilizálni annak érdekében is, hogy ezeket a gazdaságfejlesztési lépéseket megtegyük. Az idő bennünket igazolt, ma azon Európai Uniós országok szűk csoportjába tartozunk, akik már visszanyerték a 2019-es, 2020 elejei gazdasági teljesítményüket. Magyarország is ebbe a körbe van, tehát már ledolgoztuk azt a veszteséget, amit a járvány a gazdasági visszaesésben okozott, sőt bizonyos területeken, többek között a foglalkoztatásban már előtte is járunk ennek az időszaknak. Hadd idézzem föl, hogy a gazdasági növekedés idénre várt 7,5%-os mértéke mellett elértük azt, hogy 4,7 millió ember dolgozik a magyar gazdaságban. Soha az elmúlt 30 évben, mióta ilyen méréseket végzünk, soha nem volt ennyi munkavállaló a magyar gazdaságban Magyarországon. Én azt gondolom, hogy amikor 2010-ben néhányan mosolyogtak azon, hogy ez a kormány azt vállalta, hogy 10 év alatt 1 millióan fognak többen dolgozni majd a magyar gazdaságban, akkor ezeknek a kételkedőknek ma már látszik, hogy nem volt igazuk. Igaz, hozzáteszem, hogy egy évet csúsztunk, hiszen nem 2020-ra, hanem 2021-re teljesült ez a szám, de azt gondolom, hogy ezt a másfél év pandémiának nyugodtan betudhatjuk. Hölgyeim és uraim, közös munka volt tehát, nem csak a kormány, nem csak az önkormányzatok, a települések, hanem a vállalatok, a különböző érdekképviseleti szervek működtek ebben közre. Én szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek az ebben való teljesítményét, az ebben való részvételét. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznom kell pénzügyminiszterként, hogy arra a pályára vissza kell állnia a magyar gazdaságnak, amit az elmúlt 10 évben föl tudott mutatni a pénzügypolitikában. Kisebb adósság, kisebb hiány, kisebb kockázat és kisebb kitettség. Ezen a téren sem szabad változtatni az elveinken, úgy kell dolgozni, hogy tovább tudjuk majd csökkenteni Magyarország külső sérülékenységét és csökkenteni tudjuk ezeket a hiánymutatókat. Tehát, hölgyeim és uraim, közös munkával, közös erőfeszítéssel elértük azt, hogy a válság után ma már a korábbi teljesítményt tudjuk fölmutatni. 2014 óta ezt a külső szereplőink, hitelminősítőink is egyre inkább figyelembe veszik. Örömmel mondhatom azt, hogy úgy zárhatjuk ezt az évet, hogy a magyar gazdaság nem leminősítést, hanem felminősítést kapott a másfél év pandémia után is. Ellentétben több olyan országgal, aki a leminősítés kategóriáját kapta meg. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a gazdaságunk tehát egy emelkedő és jó pályán van. Ezért döntöttünk úgy, ezzel hadd zárjam, hogy a lehetőségünket felhasználva 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót a családok vissza fogják kapni, és nem csak a családok kapják meg a többlet támogatást, hanem ennek a gazdasági teljesítménynek köszönhetően a nyugdíjasok nyugdíjprémiumot, nyugdíjkompenzációt fognak kapni, továbbra is elkötelezettek vagyunk a 13. havi nyugdíj visszaépítésében, és lehetővé fogjuk tenni január 1-ével,
hogy a 25 év alatti fiatalok pedig ne kelljen, hogy személyi jövedelemadót fizessenek. Hölgyeim és uraim, itt vagyunk egy új beruházás avató ünnepségén. Ez a beruházás már a jövőről szól, arról az időszakról, amit valamennyien közösen kell, hogy megtervezzünk. Azt kívánom önöknek, valamennyiüknek, hogy sikeresek legyenek ennek a jövőnek az építésébe, és bízom abban is, hogy mind Fejér megyében, mind országosan sok követője akad annak a teljesítménynek, annak a munkának, amit a Karsai Alba Kft. Az elmúlt években végzett. Cserpalkovics András polgármester az átadó ünnepségen elmondta, a Karsai Holding ZRT hosszú idő óta jelen van Székesfehérvár életében, az egészségipar tekintetében a város jövőbeli elképzeléseinek megvalósítását segíti. Amit létrehozunk, az nem csak egy profitnövelő hely, hanem egy értékközvetítés és értékteremtés. Ennek egy szebben megfogalmazott mondatát olvashattuk Karsai Bélától egy 2018-as jubileumi 30. évfordulóról szóló interjújában, és azért hozom most ide ezt az egy mondatot, mert értékmegőrzés az, ami a Karsai Holding részéről történik. Értékmegőrzés akkor, amikor egy bójai díjról beszélünk, értékmegőrzés akkor, amikor a honvédség és társadalombaráti körét vezeti Karsai Béla, értékmegőrzés akkor, amikor nagyon-nagyon sok társadalmi felelősségvállalási programot tudnék most idehozni a városban és a város környékén, ahol ez a cégcsoport hosszú-hosszú évtizedek óta aktív szereplő. És értékmegőrzés az a esemény is, ami miatt most idejöttünk. Nem önmagában egy csarnok okán és egy csarnok építés okán, hanem a technológia okán és annak köszöntése okán, hogy egy új területre is érkezik a Karsai Holding, ezáltal segíti a város iparának azt a célzott jövőbeli növekedési pályáját, hogy minél heterogénabb legyen. Ne egy-egy iparágra, ne egy-egy nagy külföldi cégcsoportra építkezzünk, hanem pont a biztonság és a stabilitás okán minél több területen legyen ott a város gazdasági szereplői és élete, különösen azok a szereplők, akik ennek a városnak a növekedését, fejlődését évtizedek óta magyar szereplőként, magyar vállalatként határozzák meg. Amikor az egészségipar tekintetében megjelenik a Karsai Holding, megjelennek más Fehérvárhoz kötődő vállalkozások, akkor ezt is segítik, és ezt a jövőbeli elképzelést is erősítik. Ehhez szívből gratulálok, és köszönöm a kormányzatnak azt a támogatási struktúrát és rendszert, aminek keretében ez megteremtődhetett. És talán ennek is köszönhető az, nyugodtan láthatjuk és mondhatjuk el, hogy a gazdasági növekedés nem csak 2020-hoz képes lesz rekord, hanem a város gazdasága és ipara, ami nyilván meghatározója a magyar gazdaság alakulásának is, az eddigi rekord 2019-es esztendőt is várhatóan meg fogja javítani, és 2021-es gazdasági teljesítmény ezt a célt is meg fogja egyébként el fogja érni, és a rekordot pedig új rekordként beállítani. Persze azért is küzdenünk el, hogy ez a következő években folytatódjon, hiszen a város akkor tud fejlődni, hogyha a gazdasága is fejlődik. Így lesz bevételünk, így lesznek munkahelyek, és így lesz még korszerűbb az a technológia, ami ebben a városban és a város gazdasági szereplőinél megjelenik. Ezért mi támogatjuk azt a KKV adókedvezményt, amiről a kormány döntött, és hogyha ez meghosszabbításra kerül a következő hetekben, 2022-re is, az önkormányzat részéről ezt kigazdálkodhatónak tekintjük, és hozzájárulásnak ahhoz, hogy a KKV szektor benne nagyon sok magyar vállalkozással fejlődni és növekedni tudjon, amit mi ezt hozzá tudunk tenni, hogy egy még a Covid-járvány előtt eldöntött adópolitikai irányban egy következő lépést, ami az építményadót érintette volna, nem fogja érinteni is önkormányzatként, ezt el fogjuk halasztani 2023-24-re, mert úgy érezzük, hogy a gazdasági növekedést ezzel tudjuk egyébként előidézni, és ami nagyon-nagyon fontos, munkahelyeket így tudtuk megőrizni 2020-ban, és így tudtuk a beruházásokkal ösztökélni azt, hogy újra növekedő pályára álljon a magyar gazdaság. Köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, és Béla, neked külön köszönöm azt, hogy az érték teremtés, az érték megőrzésben egyaránt mindig partnerünk vagy. Itt Székesfehérvárnak, az Óbudai Egyetemnek és annak Alba Régia Műszaki Karának, és mindenkinek, aki ehhez a cégcsoporthoz tartozóan az egzisztenciáját és családjának boldogulását megkapja lehetőségként. Törő Gábor országgyűlési képviselő az átadó ünnepségen kiemelte, a Karsai Alba Kft-nél jelentős egészségipari beruházás valósulhatott meg a kormány támogatásával. Egy olyan beruházáson veszünk részt, itt az előző zárt megbeszélésünkön szó volt
amely szintén egy egészségügyi beszállítói fejlesztésről szól. Tehát onnan is indultunk, mert ugye másfél évig a pandémiában éltünk, és tudtuk, hogy milyen helyzetben van az ország. Szerencsére a vakcina beszerzésnek a magyar gazdaságot több mint két hónappal korábban tudtuk indítani. A kormánynak köszönhetően több mint 10 000 milliárd forint került be a magyar gazdaságba, és ennek köszönhetően a munkahelyek megmaradtak, a növekedés de második negyedében 17,9% volt, és a várakozásunk is kiválók, ahogy miniszterelnök helyettes úr mondta, hogy akár még a 8%-ot is elérhetjük a gazdasági növekedésbe. Köszönhető ez a magyar kormánynak, köszönhető a vállalkozásoknak, köszönhető a magyar embereknek. Úgy gondolom, hogy minden munkahelyet újra tudtunk teremteni, meg tudtunk tartani, és ezt a munkát folytatjuk, akkor bízom benne, hogy ez a növekedés nem áll meg. Én arra szeretném kérni miniszterelnök helyettes úrán keresztül a magyar kormányt, hogy a gazdaság újraindítását folytassa, és ezt a kiváló munkát közösen együtt vigyük tovább Magyarország, a magyar emberek megelégedésére. A Piperta hegyek gyártásánál elsőbséget élveznek a magyar kórházak és laborok, de Törökországból már érkezett megrendelés a Karsai Alba Kft.-hez. Az új üzemrésszel munkahelyek teremtésére is lehetőség volt. A tervek szerint 3 műszakban 6-6 fő dolgozik majd. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a Karsai Alba Kft. Új üzemrészének átadó ünnepségére kalauzoltuk el önöket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!